Amerikai fegyvereket kaphat a hírhet Azov ezred Ukrajnában. Az alakulat tagjait az oroszok terroristaként tartják számon. Az ENSZ biztonsági tanácsa határozatban állt ki a legújabb gázai tűzszüneti javaslat mellett. A Hamász hajlandó tárgyalni róla. Ma zárul az országgyűlés tavaszi ülésszaka, a képviselők egyebek mellett módosíthatják a gyermekvédelmi törvényeket. Tetőzött a Rába körmennél, de az apadás nagyon lassú, a következő napokban újabb csapadék várható. Ez a Híradó délben az M1-en és a Dunán. Köszöntöm Önöket, Jakab Szintia vagyok. Tovább élezheti a háborús feszültséget, hogy az Egyesült Államok újabb engedményt tett Ukrajnának. A The Washington Post értesülése szerint ugyanis eltörölték azt a korlátozást, amely tiltotta Ukrajnának, hogy amerikai fegyvereket adjon az Azov ezrednek. Ezt az alakulatot Oroszország neonáci fegyveres csoportnak tartja, és terroristaként körözik az alakulat tagjait. Közben a finnek elismerték, hogy nem csak régebbi, hanem teljesen új fejlesztésű fegyvereket is átadtak Ukrajnának. Az Egyesült Államok engedélyezte Ukrajnának, hogy amerikai fegyvereket adjon az Azov ezred nevű gárdista alakulat tagjainak. Erről írt a portfólió a The Washington Postra hivatkozva. Washington korábban azért tiltotta az Azov ezred ellátását amerikai fegyverekkel, mert úgy látta, hogy az ukrán alakulat számos emberi jogi kihágást követett el, de a Biden adminisztráció most változtatott az álláspontján. Moszkva pedig neonáci fegyveres csoportnak tartja az Azov ezredet, a tagjait pedig terroristaként körözi. Az Azov ezred felfegyverzése egy újabb engedmény Washingtontól, ugyanis a Biden kabinet nemrég ahhoz is hozzájárult, hogy Kijev amerikai fegyverekkel támadja Oroszország területét. Erre korábban az Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia és Németország is engedélyt adott. A finn miniszterelnök pedig korábban arról beszélt, az EU-nak mindent meg kell tennie Ukrajna győzelméért. Oroszország nem legyőzhetetlen, legyőzhetjük, ha egyesítjük erőforrásainkat, mondta Petteri Orpó. Ukrajna a legújabb, még fejlesztés alatt álló finn fegyvereket teszteli, ismerte most el a finn védelmi erők fegyverzeti főnöke, amit a Magyar Nemzet idézett. Mikko Heiskanen azt mondta, Helsinki az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás részeként nem csak a régi, hanem a legújabb fegyvereket is átadja, az ukrán visszajelzések pedig pozitívak. Az északi ország emellett további fegyverszállítmányt is küld Ukrajnába, és bővíti az erre fordítható forrásokat is. A Nyugat és a NATO folyamatosan növekvő szerepet játszik a háborúban. A fegyverek küldésétől eljutottak az ukrán katonák helyszíni kiképzéséig. A háború kiterjedésével fenyegető lavinát Emmanuel Macron francia elnök még februárban indította el. Azóta arról is döntöttek, hogy francia katonai kiképzők mennek a háborúba, és még több fegyvert küldenek Ukrajnába. Békére és tárgyalásokra mindenképpen szükség lenne. Egyre többen békét szeretnének az orosz-ukrán háborúban, erről beszélt az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója az M1-en. Bendazsevszkij Anton szerint viszont ismét elindult egy fegyverkezési verseny, hiszen legutóbb a Fehérház egyik tisztségviselője beszélt arról, hogy fejleszteni kellene az Egyesült Államok nukleáris arzenálját. A világ egy eszkalációs irányba indul, ami nem jó, egy potenciálisan háborús irányba indul, viszont 30-40 éves fegyverkészletekkel és technológiával rendelkeznek ezek az országok, és most nagyban fegyverkezik mindenki, ami ugye megint csak nem jó irányba viszi a folyamatokat. Vlagyimir Putyin hamarosan Vietnámba és Észak-Koreába utazik, számolt be a Reuters ukrán forrásokra hivatkozva. Egy éven belül ez lesz a második találkozó az orosz elnök és Kim Jong-un között, ugyanis az észak-koreai vezető tavaly látogatott Moszkvába. Észak-Korea Oroszország egyik legnagyobb fegyverbeszállítója, becslések szerint ballisztikus rakétákat és több mint 3 millió tüzérségi lövedéket küldött Moszkvának. Három helyszínen is orosz bombatámadások történtek a kelet-ukrajnai Harkivban, de Zaporizsja és Herszon megyéből is orosz légitámadásokról számoltak be hétfőn. Az ukrán hatóságok szerint az energetikai és polgári célpontok ellen irányuló támadásoknak számos sérültje van. Közben Németországban egy kétnapos Ukrajna újjáépítéséről szóló nemzetközi konferenciát tartanak, az orosz nukleáris hadgyakorlatokhoz pedig már a fehér orosz hadsereg is csatlakozott.
összedőlt otthon a romjai alól próbáltak kimenteni egy ukrán férfit a Harkiv megyei katasztrófavédelem munkatársai. A felvételeket az ukrán állami mentőszolgálatok és a Reuters helyi stábja rögzítette. A hatóságok szerint a kelet-ukrajnai várost hétfőn több helyszínen is orosz bomba támadások érték. Városszerte számos bombázást észleltünk. A légi csapások lakóházak és más célpontok ellen irányultak. Több helyen is tűz ütött ki, de ezeket gyorsan eloltottuk. Egy embert a romok alól kellett kimenteni. Számolt be a sikeres mentésről a Harkiv megyei ukrán mentőszolgálatok szóvivője. A második legnagyobb ukrán város az orosz támadások első számú célpontja. A moszkvai vezetés szerint a Harkiv elleni csapásaik az ukrán katonai és energetikai infrastruktúrát akarják működésképtelenné tenni, hogy Ukrajna ne tudjon innen támadásokat indítani a szomszédos orosz területek ellen. A harkiviak arra panaszkodnak, hogy a múlt hónapban megindított orosz offenzíva óta minden korábbinál gyakoribbak a légiriadók. Nagyon erős robbanás volt. Mi, harkivi lakosok mindig figyeljük a bombázásokról szóló gyors híreket. Ki is írták, hogy irányított bombákkal vették célba az én városnegyedemet. Bedugtam a füleimet, abban bízva, hogy elkerül a bomba, de mégis ide csapódott. Leomlott a vakolat, az ajtók és az ablakok pedig betörtek. A szomszédok azt kiabálták, hogy lángol a házam, mondta egy nő. Harkiv mellett hétfőn Zaporizsja megyéből és az ország déli területeiről is orosz légi csapásokról számoltak be. Az ukrán hadvezetés arról adott hírt, hogy a frontvonal mellett fekvő Herszonban egy 102 éves asszony is megsérült. A kijevi kormány szerint Ukrajna légterének biztonsága a jelenlegi eszközeik mellett nem garantálható. Az ukrán elnök ezért Berlinbe utazott, hogy az Ukrajna újjáépítéséről szóló kétnapos konferencián további fegyvertámogatásokat kérjen országának. A moszkvai védelmi minisztérium közben bejelentette, kedden megkezdődött a taktikai nukleáris fegyverekkel folytatott hadgyakorlatuk második fázisa, amelyben már a fehér orosz hadsereg is részt vesz. Vlagyimir Putyin még a múlt hónapban rendelte el a taktikai atomarzenállal végzett gyakorlatokat. Az orosz elnök szerint ezt a nyugati országok és különösen Franciaország háborúra vonatkozó kijelentései indokolták. Az ENSZ biztonsági tanácsa határozatban állt ki a legújabb gázai tűzszüneti javaslat mellett. Friss hírek szerint a Hamász elfogadhatónak tartja az ajánlatban foglaltakat, és hajlandó tárgyalni a fegyvernyugvás részleteiről. Az Egyesült Államok által május végén bemutatott három lépcsős béketerv az azonnali tűzszünet mellett a fogolycseréket és hosszú távon Gáza nemzetközi segélyekből való újjáépítését hangsúlyozza. Az ülésen ugyanakkor Izrael képviselője úgy fogalmazott, a zsidó államnak joga van addig folytatni a harcot, amíg teljes katonai vereséget nem mértek a Hamászra. Már is megindult Franciaországban a politikai pártok közötti helyezkedés, miután kiderült, hogy a hónap végén előrehozott választásokat tartanak Emmanuel Macron pártjának nagy arányú veresége nyomán. Most a baloldal és a jobboldal is összefogást tervez. Tegnap az Origo írt arról, hogy Macron az őrült háborús terveibe bukott bele. Marine Le Pen, a győztes nemzeti tömörülés elnöke, nem sokkal a választás előtt határozottan ellenezte, hogy francia katonai kiképzőket küldjenek Ukrajnába. Ukrajna már nem csak szárazföldön bevethető nyugati eszközökre számíthat, az orosz-ukrán háborút minden bizonnyal új szintre emelni az, ha az ukrán katonák vadászgépeket is kapnának. Emmanuel Macron, francia elnök ezt tervezi, túl azon, hogy Ukrajnába küldenének francia kiképzőket. Az európai parlamenti választás franciaországi eredménye azonban keresztül húzhatja Macron számításait. A jobboldali nemzeti tömörülés fölényes sikert aratott, vezetője Marine Le Pen pedig már többször bírálta a francia elnököt. Emmanuel Macron háborút akar, írta a Magyar Nemzet idézve Marine Le Pent, aki élesen bírálta Macront. A nemzeti tömörülés vezetője szerint Macron nyílt kommunikációja veszélybe sodorja Franciaországot, a tervei pedig a háború kiterjedéséhez vezetnek. Marine Le Pen egy másik interjúban pedig úgy fogalmazott, Macron a háborúval politizál. A háború komoly dolog, az ukrán nép ezt éli meg, és nem használhatjuk fel mindezt arra, hogy megpróbáljuk csapdába csalni az ellenfeleinket, fogalmazott a nemzeti tömörülés vezetője. Az európai parlamenti választás franciaországi eredménye azt tükrözi, hogy a francia emberek többsége sem ért egyet Emmanuel Macronnal. A francia elnök vezette Reneszánsz párt mindössze 15%-os eredményt ért el. A súlyos vereséget azzal ismerte el Macron, hogy feloszlatta a nemzetgyűlést.
Az alkotmány 12. cikkében előírt konzultációk után úgy döntöttem, hogy visszaadom önöknek a döntési jogot, hogy szavazzanak a parlament jövőjéről. Ezért feloszlatom a nemzetgyűlést, közölte a francia elnök. A franciák tehát néhány héten belül ismét szavazhatnak, a parlamenti választás kétfordulós lesz, június 30-án és július 7-én mondhatnak véleményt a franciák Emmanuel Macron háborúpárti kijelentéseiről. Ezek az események szokatlanok Franciaországban, de az is egyértelmű, hogy az emberek erős üzenetet küldtek a hatalomnak. Sok problémával kellett szembesülnünk az elmúlt időszakban, ezt a szavazás eredménye is mutatja. Bízom a francia emberekben, hogy az új választással olyan helyzetet teremtünk, ami megoldást jelent a következő évekre, fogalmazott egy francia férfi. A Macron párt hát egy pofont kapott a választóktól. Sós Eszter Petronella, Franciaország szakértő, az M1-en Macron pártjának választási kudarcáról azt mondta, Marine Le Pen sikereihez a jól felépített stratégiája mellett az is hozzájárult, hogy a választók a gazdasági nehézségekről és az illegális migrációról is véleményt mondtak. Tavaly decemberben készült egy nem felmérés, hanem mandátumbecslés. És ez a mandátumbecslés azt mondta, hogy valahol 240, ha jól emlékszem, 3 és 305 között lehet a nemzeti tömörülés esetleges mandátumainak a száma. Na most 577 képviselői hely van, és 289 a többség. Tehát látszik, hogy ez bárhol lehet, a kampány függvényében, a jelöltségek függvényében, de azt hiszem, hogy az azért kimondható, hogy a nemzeti tömörülés az egyik esélyese ennek a választásnak. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének munkatársa pedig arról beszélt a Kossuth Rádióban, hogy a szuverenista erők egész Európában megerősödtek. Kalas Vivien ugyanakkor megjegyezte, még kérdés, hogy Marine Le Pen milyen együttműködést alakít ki például Giorgia Meloni pártjával, ami megnyerte Olaszországban az európai parlamenti választást. Le Pennek több képviselője van az Identitás és Demokrácia frakciójában, mint Giorgia Meloninak a saját képviselőcsoportjában, és hogyha a két frakció egységesülne, akkor felmerül az a kérdés, hogy ki a valódi vezetője ennek a jobboldali együttműködésnek, és a számok alapján nem Giorgia Meloni jön neki ebből szerintem jól. Az elemző hozzátette, a franciaországi választási eredmény Emmanuel Macron Európai Unióban betöltött szerepére is hatással lehet. Kalas Vivien szerint, ha nem változtat a francia elnök a jelenlegi politikáján, akkor meggyengül a pozíciója Brüsszelben. Spanyolországban és Németországban is rendkívüli választásokat sürgetnek az EP választáson előretört jobboldali pártok. Azt követelik, hogy a vezető kövessék Emmanuel Macron példáját, aki pártjának veresége után már vasárnap este feloszlatta a francia nemzetgyűlést. Még a Bikaviadal arénákat is szavazóhelyiségek kialakították az európai parlamenti választásokra Spanyolországban vasárnap. A tét hatalmas volt nem csak azért, mert az ország 61 képviselőt küldhet az EP-be, hanem azért is, mert a választók véleményt mondhattak a baloldali Pedro Sánchez vezette kormányról is. Hatalmas ünnepléssel fogadta az eredményeket a konzervatív spanyol néppárt, sikerült ugyanis legyőzniük a baloldali kormányzó pártot. A spanyolok egyértelmű támogatásukról biztosítottak bennünket, győztünk hatalmas fölénnyel, mondta néppárt elnöke. A legnagyobb spanyol ellenzéki párt 22 mandátumot nyert, 9 képviselői helyen növelte az eddigi képviseletét az EP-ben. A jobboldali Vox párt pedig 6 mandátumot szerzett, 2-vel többet, mint amennyivel eddig rendelkeztek. Santiago Abascal, a Vox elnöke felszólította Pedro Sánchez baloldali miniszterelnököt, hogy oszlassa fel a parlamentet és írjon ki új választásokat. A választási kudarc miatt lemondott Pedro Sánchez, spanyol kormányfő legfőbb szövetségese. Erről írt a Magyar Nemzet. Mint fogalmaztak, a szélső jobboldali Sumar párt vezetője Yolanda Díaz úgy döntött, hogy távozik posztjáról, és ezzel még ingoványosabb talajra helyezte a Spanyolországot irányító kormánykoalíciót. Yolanda Díaz döntéséhez hozzájárult, hogy a vereséget közvetlenül a jobboldali Vox-tól szenvedte el, amely az előző választásokhoz képest növelni tudta az európai parlamenti képviselőinek helyét. Az EP választásokon Németországban is jobboldali előretörés történt. Az első helyen a konzervatív CDU-CSU pártszövetség végzett 30%-kal, a második pedig a jobboldali Alternatíva Németországért lett 15,9%-kal, amely az eddigi legjobb eredménye. Ez a választási eredmény azt is mutatja, hogy a koalíciós kormánynak már nincs többsége.
Scholz kancellárnak valójában követnie kellene Emmanuel Macron példáját, és új választásokat kellene kezdeményezni, mondta az AfD társelnöke. Olaf Scholz, német kancellár elismerte, hogy a kormánykoalíciót alkotó három párt nem váltotta be a hozzájuk fűzött reményeket a választáson. Németországban mégsem tartanak előrehozott parlamenti választást. Aggodalommal tölt el bennünket a jobboldal erősödése országunkban és Európa szerte. Ehhez nem szokhatunk hozzá, és minden erőnkkel vissza kell szorítani őket, fogalmazott Olaf Scholz. A felmérések szerint Németországban a fiatal szavazók nagy számban adták le voksukat a jobboldali pártokra. Ez így nem mehet tovább, ezt gondolják a fiatalok, és az alternatíva Németországért igazi alternatívát jelent, fogalmazott egy férfi. A politikai elemzők sem tartják meglepőnek az eredményt. A fiatalok bizonytalannak érzik a jövőjüket, és ehhez hozzájárul a migránsok magas száma. De zavarja őket a környezetvédelmi válság is, vagyis hogy semmire nem kapnak megfelelő választ, mondta egy elemző. Meloni és Le Pen győzött. Ezzel a címmel jelent meg a La Stampa nevű újság. Olaszországban és Franciaországban is elsöprő győzelmet arattak a jobboldali pártok. Rómában azt mondják, észrevehető, hogy Európában átrendeződés történik. Azt lehet látni, hogy a jobboldali pártok nemzetközi szinten, mintha egymás segítenék, mintha arra készülnének, hogy Európában átvegyék a hatalmat, mondta egy római férfi. Jobboldali győzelmek születtek a balti államokban is. Észtországban a konzervatív Haza nevű párt, Lettországban a kormányfő vezette jobboldali új párt és a Nemzeti Szövetség, Litvániában pedig a kormányzó kereszténydemokraták szerezték a legtöbb mandátumot. Jelentős többségben vannak Magyarországon a békepárti programot képviselő pártszövetség, a Fidesz és a KDNP támogatói. Így értékelte a vasárnapi választás eredményét Deutsch Tamás a Kossuth Rádióban. Az európai parlamenti képviselő szerint az elért eredmény komoly felhatalmazást jelent számukra. Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet elemzője pedig az M1-en arról beszélt, a Fidesz-KDNP rekordot döntött azzal, hogy 2 milliónál is több szavazatot szerzett az európai parlamenti választáson. A választások eredménye egyértelműen azt mutatja, hogy jelentős többségben vannak Magyarországon a békepárti programot képviselő pártszövetség, a Fidesz és a KDNP támogatói. Értékelte a vasárnapi választást Deutsch Tamás a Kossuth Rádióban. A kormánypártok európai parlamenti listavezetője hozzátette, az elért eredmény komoly felhatalmazást biztosít számukra a következő évekre és az előttük álló hetekre egyaránt, amely a szövetségkötésről szól majd. A magyarországi győzelme a békepárti Fidesznek és a KDNP-nek az beleillik jó néhány meghatározó európai országban a békepárti, a jobboldali konzervatív kereszténydemokrata szuverenista erők választási győzelmének, hiszen ha csak egyel nyugatra pillantunk, Ausztriában óriási győzelmet aratott az szabadságpárt. Nincs ma Európában egyetlen párt sem. Azt hiszem Magyarországon sincs egy párt sem, aki ne cserélne velünk boldogan akár azonnal. Kaptak már az európai választáson 50% feletti támogatást is, de még soha nem szavaztak annyian a kormánypártokra, mint most, hangsúlyozta Orbán Viktor az M1-nek adott exkluzív interjújában. A miniszterelnök azt mondta, most több mint 2 millió ember voksolt rájuk, és amikor a legjobban szerepeltek, akkor pedig csak 1,8 millió. A kormányfő arról is beszélt, hogy nagyon biztos kormányzó párti fölényt adna, ha ezt az eredményt rávetítenék egy parlamenti választásra. Ilyen háborús időkben, ilyen nehéz körülmények között egy gyötrős, meggyötrő, gyötrelmes háborús inflációs évvel a hátunk mögött, egy jó gazdasági esélyeket teremtő növekedés megindítása előtt, ebben a helyzetben azt mondom, hogy 14%-ot ráverni a másodikra, az egy tisztességes eredmény. Ha persze én mondtam az előbb, hogy minden választás majd akkor kell megnyerni, de ha most azt kérdezni tőlem, hogy aláírnám-e ezt 2026-ban, akkor azt mondja, hol kell aláírni. A Fidesz-KDNP pártszövetség a rájuk leadott voksok alapján ismét kétharmados felhatalmazást kapott volna, ha most lettek volna az országgyűlési választások. Derül ki a Nézőpont Intézet vizsgálatából. Számításaik szerint a Fidesz-KDNP országos listáról 39, az egyéni választókerületekből pedig 96, összesen pedig 135 országgyűlési képviselői hellyel számolhatott volna, ha a június 9-én országgyűlési választásokat tartottak volna.
A legnagyobb ellenzéki frakciót Magyar Péter pártja alakíthatná 45 képviselővel. Őt követné a jelenleg hárompárti Gyurcsány koalíció 10 mandátummal, és a Mi Hazánk mozgalom 8 helyjel. A Fidesz-KDNP rekordot döntött azzal, hogy 2 milliónál is több szavazatot szerzett a mostani európai parlamenti választáson. A kormánypártok olyan eredményt értek el, amely önmagáért beszél, jelentette ki Pálfalvi Milán az M1-en. A Nézőpont Intézet elemzője hozzátette, a nagy felhatalmazás miatt a mostani győzelem különösen értékes a kormánypártoknak. A háború és béke kérdéséről dönthettek az emberek, és azt láthatjuk, hogy a magyarok a béke mellett döntöttek. Magyarország békepárti álláspontját erősítette meg ezzel, hogy kifejezte a támogatását a békepárti Fidesz-KDNP mellett. Az elemző arról is beszélt, hogy ez a magas támogatottság fontos fegyvertény lesz a következő időkben az európai politikai szintéren. Sértődötten élőadás közben távozott az ATV stúdiójából tegnap este Magyar Péter. A politikust a műsorvezető azzal szembesítette, hogy nem igaz az a vádja, miszerint az ATV nem hívta őt a műsoraiba. Magyar Péter azonban megismételte az állítását, majd a kérdéseket meg sem várva elhagyta a stúdiót. Az ATV később tételes listát tett közzé arról, hogy hányan és hányszor hívták beszélgetésre Magyar Pétert, aki többször meg is jelent a stúdióban. A politikus viselkedését már sok szimpatizánsa sem értette. Viszontlátás. Legjobbakat. Németh Sándort üdvözlöm, minden jobb. Megsértődött és kiviharzott az ATV stúdiójából Magyar Péter hétfő este. A Tisza párt alelnöke azt követően reagált így, hogy az Egyenes Beszéd műsorvezetője Rónai Egon szembesítette azzal a ténnyel, hogy hányszor hívták meg az elmúlt hónapok alatt. Ezek nagyon szép számok, én azt gondolom, hetedszer van itt élőadásban, 51 nap volt a kampány kezdete óta, 51 híradó. Mi a kérdéssel köszönöm? Nincs kérdés. Magyar Péter azonban erről tudomást sem akart venni, azt ismételgette, mi a kérdés, szerkesztő úr, majd újabb támadást intézett a tévé ellen. Akkor elmondom a valóságot, március 28 és május 3 között egyetlen egyszer sem hívtak ide. Ez nem igaz, ott van benne. Utána többször is hívtak. Ott van benne, ez jó. Nem igaz, ez konkrétan tényszerűen nem igaz. Van esetleg kérdés a tegnapi választással kapcsolatban, vagy befejezhetjük? Hogyne, én egy dolgot, azt is lehet, ha akarja. A műsorvezető ekkor azt kérte Magyar Pétertől, ne tegyen valótlan állításokat se az ATV tulajdonosáról, Németh Sándorról, se pedig a kollégáiról. Én egy dolgot kérnék, hogy ha lehet, akkor ezt az áldatlan kutya komédiát hagyjuk abba. Hogy üzenget nekünk, ezt meg tudjuk beszélni? Van-e kérdés? Van, ez például egy kérdés. Viszontlátás. Legjobbakat. Németh Sándort üdvözlöm, minden jobb. Magyar Péter az adást követően rövid időn belül Facebook posztban reagált, ahol azt is írta, a műsorvezető valótlanságokat állított többek között arról, hogy hányszor hívták meg az ATV-be. Pontosan tudom, hogy egy hónapig nem hívtak, mivel az összes SMS megvan a telefonomban. A bejegyzés alatti komment szekcióban több szimpatizáns is értetlenségének adott hangot Magyar Péter viselkedését illetően, többen pihenni küldték a politikust. De volt olyan is, aki azt írta, személy szerint nálam ez a viselkedés most nagy csalódást keltett. Egy másik pedig úgy fogalmazott, rengeteg szavazót vesztettél most. Viszontlátás. A Mandiner később közzétette, hogy hány alkalommal és milyen adásokba kapott meghívást Magyar Péter, aki heteken át válaszra sem méltatta a televízió készítőjét. Van mire szerénynek lennünk. Magyar azonban itt nem állt meg. A következő posztjában neki ment a csatorna több munkatársának, és vallási hovatartozásuk miatt listázni kezdte őket. A bejegyzés miatt egy magánszemély feljelentette a Tisza párt alelnökét a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Szabadság Hatóságnál. Ma zárul az országgyűlés tavaszi ülés szaka. A képviselők egyebek mellett módosíthatják a gyermekvédelmi törvényeket. A javaslat szerint a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények nem évülnének el, és az ilyen bűncselekmények elkövetőit nem lehetne feltételes szabadságra bocsátani. Az országgyűlés megválaszthatja az Alkotmánybíróság új elnökét, aki várhatóan Juhász Imre lesz. A testület élére azért kell új vezetőt választani, mert Csúlyog Tamás korábbi elnök márciusban köztársasági elnök lett. A képviselők emellett döntenek a baloldal magyar érdekkel szembeni brüsszeli politikai akcióinak feltárását célzó vizsgálatról is.
A gyáriparosok európai kerekasztalának vezetőivel tárgyalt a miniszterelnök a Magyar Uniós Elnökség előkészítésének keretében a Karmelita Kolostorban. A megbeszélésen, amelyen a Vodafone, a BMW, a Deutsche Telekom és a MOL vezetői is részt vettek, az Európai Unió globális versenyképességének növeléséről volt szó, amely a magyar elnökség egyik kiemelt célja. A tárgyaláson számba vették a legfontosabb ipari szereplők javaslatait az európai versenyképesség javítása érdekében. Orbán Viktor méltatta az európai ipar szereplőinek hozzájárulását a kontinensen élők jólétéhez, a gyáriparosok pedig elismeréssel nyilatkoztak a magyarországi gazdasági környezetről. Tetőzött a rába Körmennél, de az apadás csak nagyon lassú, ezért továbbra is a legmagasabb harmadfokú árvízvédelmi készültség van a térségben. A védekezést már a büntetés végrehajtás munkatársai is segítik. Az elmúlt napokban a hazai, illetve az osztrák vízgyűjtőkön lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt áradt meg a folyó és annak mellékvízfolyásai. Különösen kritikus a helyzet a Pinka-patak mentén. A Rába partjától mintegy 150 méterre hömpölyög a víz ezen a körmendi üdülőtelepen. A folyó a nyaralóházakba is betört. A Rábának az elmúlt 24 órában rekordközeli vízállása volt, ezért vízügyi szakembereket vezényeltek a térségbe. Még egy 3 kilométer hosszan elnyúló gátat is kellett építeni. 48 ezer homokzsákot raktak le itt az önkéntesek és a katonák. Azoknak, akik életvitelszerűen laknak ezen a területen, már pénteken el kellett hagyni az otthonukat. Körmennél jelenleg is a legmagasabb harmadfokú árvízvédelmi készültség van érvényben. Hétfő éjjelre várták a tetőzést, de az újabb esőzések nem könnyítenek a helyzeten. Lassú tetőzés van. Tegnaphoz képest jelenleg egy 10 cm-rel alacsonyabb a vízszint itt a Rábán Körmennél, de még az is lehet, hogy napközben néhány centimétert emelkedni fog, és nagyon lassú apadásra számítunk. Emberfeletti munkával küzdenek az árvíz ellen a pinkamenti települések is. A megáradt Rába mellett gondot okoznak annak mellékfolyásai. A falvak lakói több ezer homokzsákkal védekeznek. Szivattyúzzák a vizet ebből a házból a Vasvár megyei Pornóapátiban. A természeti katasztrófa miatt a katasztrófavédelem szakemberei folyamatosan dolgoznak a károk elhárításán. Az egyik lakót motorcsónakkal kellett kihozni a szárazföldre, a lakóépület, ahol tartózkodott, körbezárta a víz, és őt a szombathelyi és körmendi hivatásos tűzoltók közös együttműködésben motorcsónakkal hozták ki a szárazföldre. Folyamatosan egy iszonyú magas vízünk van ott fönn a körmendi részen. Egy előrejelezhetetlen lokális csapadékzóna okozza Körmennél a legnagyobb problémát. Rövid időn belül mintegy 30-40 mm csapadék hullott a Rába vízgyűjtőjére. Erről beszélt az M1-en az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella elmondta, komoly gondokat okoz az is, hogy a megduzzadt Rába mellett több patak, köztük a Pinka is árad a térségben. Ez a Pinka patak, ez olyat produkált, hogy 405 cm volt a valaha mért legmagasabb vízállása, és most már 508 cm volt az elmúlt 24 órában, tehát elképesztő vizet hoz. A Rábán magán is érkezik az árhullám, összetalálkozik Körmennél, tehát itt azért, hogy mondjam, nagyon kellett figyelni. Továbbra is magas a vízállás a Dunán is. Verőce egy részén sok helyen a házak mellett áll bekészítve a csónak. A folyó péntek éjjel tetőzött a Dunakanyarban. A hosszan elhúzódó apadás miatt azonban az ártére épült ingatlanokat még mindig csak csónakkal lehet megközelíteni. Ennek a háznak az alagsorában még mindig magasan áll a víz. A bútorok egy része napok óta víz alatt van. Az itt élők már nagyon várják az árhullám levonulását. Most sajnos az van, hogy nem nagyon akar visszamenni. Szóval most ez a kihívás, hogy kiskutyát ölbe kihozni, pisilni, stb. Azért van gond, és azért mondjuk úgy, hogy nem tiszta a környezet. Van egy szaga, nehéz, és már várjuk a végét. A Dunánál is tartósan magas vízállásra számítanak a szakemberek. Ezért a folyó felső szakaszán a Szigetköznél még napokig megerősített őrszolgálattal figyelik a gátakat. Több száz helyre riasztották a tűzoltókat a tegnapi viharok után. A Vasvár megyei Nardán több mint 30 épület tetőszerkezetét rongálta meg a jégesővel érkező vihar és az erős szél. A helyszínen van tudósítónk, Köves Andrea, őt kapcsoljuk most. Mekkora károk keletkeztek a településen?
Szervusz, köszöntöm nézőinket. A jégeső itt tornádóval csapott le, ami nagyon-nagyon szokatlan a mi éghajlati hövünk alatt. Mint egy rémálomba csöppentünk volna. Az egyik szemtanú így nyilatkozott mindenről, ami itt történt. Azt hiszem, hogy ha a nézők körbenéznek most, akkor láthatják azt, hogy egész nehezen hihető, hogy itt csodálatos, gyönyörű szép portákat láttak volna még két nappal ezelőtt, ám lecsapott a néhány percig tartó tornádó, és hihetetlen pusztítást vitt véghez. Tulajdonképpen az összes lakóház valamilyen mértékig megsérült itt Nardán, de emellett az autókban is komoly kár keletkezett, a mellékgazdasági épületek zöme egyszerűen csak összeomlott és megsemmisült. Olyan diófát gyökerestől a tornádó kitépett a földből, amit még a tulajdonosnak a dédapukája ültetett. Emellett számos gyümölcsfa ment tönkre, és hát egyszerűen egyelőre még felbecsülhetetlen a kár. Amit láthatnak a nézők talán, hogy hihetetlen az összefogás a településen. Ebben az egész történetben annyi azért példamutató, azt gondolom országos szinten is, hogy mindenki ment, ahol a nagyobb baj volt, akkor oda ment segíteni, és ez tulajdonképpen most már két napja tart, tehát óriási kár, ami itt történt, és nagyon-nagyon sok a tennivaló. A település polgármester asszonya is szinte sírva mesélte, hogy ami útfelújítás és minden egyéb, ami történt az elmúlt időszakban itt Nardán, azok most tulajdonképpen megsemmisültek. Tehát per pillanat a kárelhárítás folyik, és mindenki abban bízik, hogy hasonló tornádóban a következő években egyáltalán nem lesz részük, és hogy az esős időjárás is szárazabbra fordul. Jelentős pusztítást végzett tehát a vihar Nardán. Köves Andrának köszönjük szépen. És megyünk is tovább. Borsodabói Zemplén vármegyében is komoly károkat okozott a vihar. Több mint 80 helyszínen dolgoztak, vagy még most is dolgoznak a tűzoltók. Miskolcon a vihar megrongálta a város röplabda csarnokát is. A helyszínen van M. Bíró Liza. Milyen károk keletkeztek ott? Ugye ez a vasárnapról hétfő hajnalra virradó éjszaka történt ez a vihar, amely, miként említetted is, komolyabb károkat okozott. Ugye a legjelentősebb az itt látható mögöttem, a Miskolci Vasutas Sportklub röplabda csarnokának vitte le az egyébként lemeztető borítását, és gyakorlatilag szétszórta itt az udvaron. Az épületet áramtalanították, és elkezdték a károk felmérését. Több millió forintos a kár, de az épület van biztosítás, ezért azt reméljük, hogy augusztus végére majd sikerül helyreállítani. Gyakorlatilag edzéseket nem lehet tartani a következő néhány hétben, addig külső helyszíneken oldják meg ezt, de jelentős kár nem éri a sportolókat, hiszen gyakorlatilag néhány hét múlva ez az edzési időszak is tulajdonképpen véget ér, de addig tehát külső helyszínen oldják meg. Röplabda edzéseket tartanak természetesen jellemzően, de van egy judóterem is, amely szerencsére nem sérült meg, használható. Miként látják is, gyakorlatilag egy fóliaborítást, egy ideiglenes fóliaborítást kapott az épület, hogy a további beázástól gyakorlatilag megmentse, hiszen, hogyha ezt nem tették volna, akkor továbbra is ázna, bár bizonyos fokig azért így is ázik el, kell mondjuk gyakorlatilag a padlózat, de hogy ne keletkezzen több kár az épületben, ezért most ezzel az ideiglenes megoldással álltak elő a szakemberek. M. Bíró Lizának is köszönjük szépen. 7 helyszín, 7 fesztivál. Ez az idei mottója a ma kezdődő Somogy-Babodi Offroad Fesztiválnak. A szervezők nem csak a terepjárók szerelmeseire gondoltak, ugyanis számos koncert és kikapcsolódási lehetőség is várja a rendezvényre érkezőket. Az előfoglalások alapján idén is több 10 000 embert várnak a 200 hektáros területre. A fesztiválra a külhoni területekről és Európa számos országából is érkeznek résztvevők. A szervezők számos újdonsággal készültek. Az elmúlt években a kemping, az utazás, az együttlét, a kaland sokkal többet jelent, mint maga az autó. Az autók itt vannak, természetesen van Dagonyánk, van Siratófalunk, vannak új versenyek, nagyjából 15 egyesület kínálja a versenyeit, tehát egy nagyon professzionális szervezés van évek óta, de emellett sokkal fontosabb lett az, hogy egy hétig együtt lenni, egy hétig kempingezni, főzni, tehát, és élvezni a környezetet, amihez 200 hektárunk van. Ez volt a híradó déltől, maradjanak, mert azonnal kezdődik a Nemzeti Sport híradó Dedecsik Ferenccel.